A munkaerőpiaci reform végrehajtásának gyorsítása, a foglalkoztatási osztályok átalakítása címmel tartottak szakmai konferenciát Kisvárdán. Az új munkaerőpiaci program célja a teljes foglalkoztatás elérése mellett az, hogy megfelelő segítséget kapjanak a munkába álláshoz azok, akik dolgozni szeretnének. A megváltozott munkaerőpiaci helyzet azonban már nem csak a munkanélküliekkel számol, hanem a munkaerőhiány problémájával is, melyre szintén több megoldást is kidolgoztak az egyelőre csak Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében elindult tesztprogramban. Legyen több idő egy emberre, jusson több idő egy emberre, legyen olyan személyes szintű együttműködés, ami neki segítség. A másik fontos üzenet pedig a munkaadók részéről érkező igénynek a befogadása. Nehéz azt már még elképzelni, hogy mondjuk egyik ajtón, másik ajtón bejön a munkáltató, illetve a munkavállaló, de bizony ez meg fog történni hamarosan, hiszen látjuk az országos tendenciákat, hogy nagyon sok cég, nagyon sok munkaadó már nagyon komoly létszám problémákkal küzd, és hát ebben a munkában nyilvánvalóan a tartalékok valahol itt vannak. Egymástól való munkavállaló megszerzése azért az meglehetősen költséges, konfliktusos, lehet az ember a nyertes oldalon, lehet a vesztes oldalon, de az az inaktív réteg, akiről most beszéltünk, a közfoglalkoztatásban résztvevő, ők azért még mindig egy olyan tartalékot jelentenek, amire lehet számítani. A közfoglalkoztatásban résztvevők száma folyamatosan csökken a megyénkben. Román István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormány megbízott szerint ezzel együtt a foglalkoztatási helyzet is folyamatosan javul. Ezzel együtt olyan problémákkal kell szembesülnünk, amilyen problémákkal korábban nem találkoztunk. Ma már a munkaerő, a munkanélküliség mellett megjelent a munkaerőhiány is, ami másfajta együttműködést igényel a kormányhivatal és a cégek között, másfajta együttműködést és másfajta módszertant igényel, és azért nagyon fontos ez az együttműködés, hogy ez a program, amiben részt veszünk, mert hogyha azt a kormányzati célt szeretnénk elérni, amely a teljes foglalkoztatásra vonatkozik, akkor meg kell néznünk azt, hogy mi mindent tehetünk még azért, hogy ebbe az irányba haladhassunk. Nagyon jók a számok, évről évre javulnak, viszont ezeket a problémákat, amelyek ezzel együtt járnak, ezeket mindenféleképpen segítenünk kell. Én azt gondolom, hogy jó úton haladunk ebben. Román István hozzátette, a megyei közel 8%-os munkanélküliségi ráta azonban még messze van az országos 3,6%-os értéktől.